Kifogytak a készletek, hiány volt a paksi ajándéktárgyakból, emellett az atomfutás szervezői szerették volna, ha a paksi ajándéktárgyak is megtalálhatók lennének a rendezvényen. A Turisztikai és Városmarketing Bizottság úgy döntött, hogy új, minőségi termékcsaládot terveztet új arculattal. Egy teljes arculati váltásnak komoly szabályai vannak, és ez egy sokkal nagyobb lélegzetvételű munka, de az első lépést azt megtettük. Egy paksi grafikussal, Nagy Tamással dolgozunk együtt, aki egy nagyon fiatalos és új lendületet hozott a városi grafikák életébe. Az ő munkája volt egyébként már az olimpiai molinó is, amit láthattak a városban élők, és a jövőben is vele fogunk több mindenben együtt dolgozni, és az ő munkája a gyümölcse, úgymond egy közös munkának a születése, az új paksi ajándéktárgyaknak a grafikája. Az ajándéktárgyak összetétele is átalakult. A bizottság célul tűzte ki, hogy szeretné a gasztronómiát, ezen belül a sillert és a halászlét előtérbe helyezni, ezért készítettek például dugóhúzót, dropstoppot, kötényt és boros pohár alátétet is, ami már egy kicsit magában hordozza, hogy mik azok a paksi értékek, amiket szeretnénk megmutatni az országnak. Az ajándéktárgyakat elsőként az atomfutáson lehet majd megvásárolni. A jövő év során szeretnénk mindenképp az arculati kézikönyvet átdolgozni, illetve egy városmarketing stratégiát is kidolgozni. A kettőt együtt szeretnénk megvalósítani. Ez egy nagyobb szakmai munka, és jelen pillanatban folyik a felmérése annak, hogy a különböző városokban ezt hogy szokták bevezetni, megvalósítani, átdolgozni adott esetben. Szeretnénk tanulni a úgynevezett testvérvárosainktól. Itt gondolok azokra a városokra, akikkel szerződés írt alá Paks, úgyhogy a Kaposvári Turisztikai és Városmarketing Bizottság szeptemberbe tesz látogatást Pakson, és például velük is ez egy közös pont, hogy megvizsgáljuk, hogy működik ez a különböző városokban. Ritter Zoltán, a paksi szakbizottság tagja arról tájékoztatott, hogy a további feladatokat is munkacsoportok koordinálják, melyekbe helyi civil szervezetek és vállalkozások képviselői is dolgoznak majd.